Mindkét csapat számára fontos volt a mérkőzés, mivel a hazaiak matematikailag még elkerülhetik az osztályozót, a vendégek pedig az utolsó pozícióból szeretnének elmozdulni. Az első negyedet 4 ponttal a Nyíregyháza nyerte, a második 10 perc 9 ponttal a Jászberényi lett. Fordulás után nőni kezdett a két csapat közötti különbség, már 16 ponttal is vezetett a házigazda, de a kékcápák nem adták fel, ledolgozták a hátrányukat, sőt a negyedik negyedben a vezetést is átvették. A Jászberény fordított, majd Anru büntetőivel 1 pontra felzárkózott a nyíregyházi csapat, sőt 2 másodperccel a meccs vége előtt Szavics hozhatta játékba a labdát, Krisztanovics dobása azonban kimaradt, így újabb szoros meccset vesztette a Sitku Ernő együttese. Az első negyedben alapvetően minden sikerült, de ezt az előnyünket nagyon könnyelműen eladtuk. Itt követtük el az első hibát. Sokkal fegyelmezettebben, talán biztos, 20-11 volt az állás, amikor mi gyors indítással jöttünk, és nem fejeztük be kosárral, hanem eladtuk. Nem mindegy, hogy ott 22-11 van, vagy 20-15 lett, ahogyan az a mérkőzés további részében alakult. Ebből hagytuk a Jászberényt visszakapaszkodni, és ők ezt szépen kihasználták, majd a második félidőben szépen egy 16 pontos előnyt építettek maguknak. Mindenféleképpen pozitív az, hogy ebből a hátrányból is mi visszakapaszkodtunk egy erős védekezéssel. Sajnos ebben az időszakban is elkövettünk néhány olyan alapvető hibát, ami azt eredményezte, hogy nem tudtuk megnyerni a találkozót. A nyíregyháziak így 2 győzelemi távolságra kerültek a jászberényiektől, akiknek viszont tovább él az esélyük az osztályozó elkerülésére. Ez a nyíregyháza meccs, ez lehet a legfontos meccs most a bajnokságon, és muszáj nyerni, ez volt a kicsit nyomás, ez volt, nem indulunk nagyon jól. Utána csináltunk a különbség, csak jön az elfáradott, megint mondtam, és visszajön a meccsek a Nyíregyháza. Nyíregyháza nem gyenge csapat, a csapat ki tud nyerni Paks ellen, 30 pont, ez nem gyenge. Csak végül is sikerül, nekem boldog, nagyon boldog vagyok. A Marsú Nyíregyháza szombaton a MASZ csapatát fogadja. A mérkőzés 16 óra 30-kor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót.